Na szevasztok, egy bocsánat, annyira nem nagyon értem rá mostanában, úgyhogy ezért csúszott egy picit ez a következő videó. De hát... ott pár dolgom miatt nem értem rá, ez van. Amikor ezt az előző videót felvettem, akkor még nem gondoltam volna, hogy igazából nem egy vagy két hetet fogok csúszni a videókkal. Igazából bennem most tudatosult, hogy 3 kibaszott hónapja nem volt videó. Bár az előző bejátszásból nem látszik, de a vállalkozók élete nem csak játék és mese. Igazából elég sok minden magyarázza azt, hogy most 3 hónapig miért nem volt videó. Voltak ezek között tervezett dolgok, de igazából volt olyan is, amit nem igazán terveztem, vagy hirtelen felindulásból jött. És igazából a legnagyobb probléma az volt, ezért nem volt végül videó most 3 hónapig, hogy minden gyakorlatilag egyszerre zuhant rám, vagy választottam. Hogy miért is mondom azt, hogy vagy választottam? Augusztusban még úgy tűnt, hogy lesz mindenre időm. Nagyon szépen végig gondoltam, hogy augusztusban elmegyünk, nyaralunk egyet a kedvesemmel, majd utána hazajövök, azokkal a dolgokkal, nem tudom aznak beszélni. Amivel a nyaralásunk miatt nem fog tudni esetleg majd foglalkozni, azokkal a dolgokkal pedig majd augusztusban szépen, az augusztusnak a második felében majd szépen foglalkozok, és így gyakorlatilag utolérem magam. Szeptembertől ezért beterveztem azt, hogy szeptember 1-től elkezdek ismételten edzeni rendszeresen. Aki ismer, az tudja, hogy erőemeléssel, erősember sporttal is foglalkozom, eléggé hobbi szinten, tehát nem tudok foglalkozni vele olyan szinten, amilyen szinten mondjuk én szeretnék, de ezt is én választottam. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amiket nem pont így terveztem, nem pont mostanra terveztem, de mégis most jöttek. Az egyik ilyen, hogy történt egy kis egészségügyi állapotváltozás a családban. Nem mondok direkt betegséget. Mindegy, a lényeg az, hogy emiatt elég sok plusz feladat hárult rám. És emellé jött még ő. Akiről beszélek, az pedig Magyaró. Tudjátok, mit csinál egész nap? Horkol, röfög, fingik, nyálaz, harap, de egyébként kibaszott cuki. Egyszerűen imádjuk a kicsi fiút. És az egyik legfontosabbat kihagytam, húgyozik és szarik rendszeresen, azaz jó az egészségi állapota. Viszont mivel amikor ide került hozzánk, akkor még csak 8 hetes volt, ezért szépen be kellett tanítani arra, hogy nem bent húgyozunk, és nem akárhova húgyozunk. Ő már most 4 hónapos múlt, és most tudom talán azt mondani, hogy ha nagyon figyelünk rá, akkor már talán nem húgyozik be. És kezd jelezni azt is, hogy ő neki húgyoznia kell, és hogy jelzi, vakkantás, meg ilyeneket szoktak csinálni a kutyák, nem, ő fogja magát, kimegy a bejárati ajtóhoz, és leül. Ennyi. Szerinted hányszor vettük észre? Ebben a videóban beszéljünk egy kicsit kevesebbet talán Magyaróról, és egy kicsit többet arról, hogy a nyáron Montenegrót látogattuk meg, egész pontosan Budvára mentünk el autóval. Igazából talán az utazó majmon láttam én nagyon sokszor már Montenegrót, mint úti célt megjelölve, persze nagyon sokszor repülővel, de mi úgy gondoltuk, hogy nem repülővel fogunk menni, már csak kényelmi szempontból sem. Azért nem tudom, láttál-e már repülőn székeket? Én még nem repültem soha, de gyanítom, hogy nekem kb. 2-3 szék kellene ahhoz, hogy mondjuk elférjek. Minden esetre mi úgy döntöttünk, hogy inkább autóval fogjuk megtenni ezt a távolságot. Körülbelül egy 850, közel 900 kilométerről beszélünk, amit autóval meg kellett tennünk, és ez az út körülbelül 13-14 órát vett igénybe, én vezettem végig, de a vicc az, hogy egyáltalán nem volt megterhelő. De tényleg nem.
De majd mindjárt elmondom, hogy miért nem. Több videót is fogok majd erről csinálni, meg fogom mutatni, hogy miket láttunk, merre jártunk, mi mennyire jó volt, és mi az, ami nem tetszett. Most igazából az első ilyen budvás, montenegrós videóban szeretnék az útról beszélni egy kicsit, nem kifejezetten Montenegróról, a tengerről, Budváról, hanem magáról az útról, ugyanis ahogy említettem is, kocsival mentünk le Budváig, azaz Montenegróig, a tengerpartig, és hát útközben elég sok mindent láttuk. Gyakorlatilag ketté venném az utat, ugyanis volt egy relatíve unalmasabb rész, ez pedig a szerbiai rész gyakorlatilag, illetve annak főleg az első, mondjuk kétharmada. Ez volt az a síkság, az a sík rész, ahol autópályán haladtunk, tehát igazából elég haladós volt, nem úgy, mint majd a későbbi részek. Viszont itt nagyon túl sok mindent nem láttunk, amíg autópályán mentünk, ugye addig főleg nem. Majd amikor bekerültünk ilyen kisebb falvakba, városokon keresztül haladtunk, akkor gyakorlatilag nekem full az volt az érzésem, hogy na gyerekek, ez a Balkán. Nekem olyan érzésem volt, mintha most ért volna végét a délszláv háború. Konkrétan törmelékek voltak mindenhol, esküszöm, mint a kiégett autókat láttam volna. Én nem tudom, hogy Szerbiában minden autósnak kiukad-e a gumia, elromlik-e a kipufogója, szarautókkal járnak, mondjuk olyat azért láttam párat, de hogy minden második házba egy kipufogó szerviz, vagy egy gumiszerviz van kialakítva, hát én nem akartam hinni a szememnek. Tiszta délszláv háborús kinézete volt magának az egész országnak. Mondjuk, ha belegondolunk, hogy a délszláv háború az mondjuk a 90-es években volt, ugye 91-től szűk 20 éven belül azért ott még háború volt, de tényleg olyan állapotok voltak sokszor, hogy mintha most lett volna vége a háborúnak. Szóval ez így elég érdekes volt, és megmondom őszintén, hogy Szerbia kurvára nem tetszett. Egészen odáig nem tetszett, amíg el nem jutottunk a Dinári hegységig. Szóval a Dinári hegységet, ahogy elértük, ott ugye elkezdtünk menni szépen föl a hegyre, és ott viszont már egy gyönyörű tájat láttál csak. Tehát ott már hiába mentél át falvakon, nagyon ritkán persze, ott már nem volt meg az a feeling, mintha a háborús övezetben lennél, hanem inkább már maga a természet az, ami elé tárulkozott. Voltunk olyan 1100 méterig mentünk fel körülbelül, és tényleg gyönyörű volt onnan a táj. Tehát az már egy élmény volt tényleg. Ami miatt nem volt olyan rohadt hosszú ez, amíg 13-14 óra körülbelül, amíg odaértünk, az volt, amikor már Montenegróba értünk. Gyerekekén én ennyire gyönyörű helyeket én még talán életemben nem láttam, de tényleg. Azok a hegyek, a völgyek, a folyók, ahogy folynak a völgybe, tehát egyszerűen gyönyörű, nagyon-nagyon-nagyon szép, tényleg. Konkrétan, ahogy haladtunk előre, ahogy haladtunk egyre jobban, egyre közeledtünk Budvához, egyszerűen nem volt időm arra, hogy álmos legyek 10 óra vezetés után, mert konkrétan úgy fel voltam pörögve, hogy eszembe nem jutott az, hogy basszus, már 10 órája vezetek. Tehát egyszerűen kapkodtam a fejem, hogy te jó Isten, mennyire gyönyörű. És előfordult, hogy a videók nem fogják ezt visszaadni, és nem is készítettünk talán annyira sok videót, mert csak kaptuk a fejünket jobbra-balra, hogy te jó Isten, mennyire gyönyörű. Már ezért azt mondom, hogy megérte autóval menni, és nem repülővel, ahogy csak átrepülsz fölött, aztán látsz belőle valamit, vagy nem. Mindezek ellenére azért voltak viszont tagságai az útnak. Nekem ami kifejezetten irritáló volt, az, hogy kibaszott szemetes volt az egész szerbiai rész, és gyakorlatilag Montenegróban is nagyon sok minden volt, nagyon sok rész volt, ahol full szemét volt az egész konkrétan az út mellett. Jó, még nem is csodálkozok, amikor azt láttuk, hogy az előttünk levő kamionból is csak úgy dobálták ki a szemetet. Én nem tudom megérteni az ilyen embereket, de sajnos nem csak ez volt a probléma. Maga a táj, ugye azt mondtam, hogy gyönyörű. Maguk az utak elég jók voltak, ugyanakkor azért voltak elég érdekes sofőrök, főleg a montenegrói szerpentines részeken, ahol azért volt egy pár olyan előzés, ami így elég necces volt. Jó, hát nyilván helyiek tudják, hogy megy ez, be tudják lőni a távolságot, minden, de
Visszafele ráadásul volt, hogy majdnem egy órát vártunk csak azért, mert ezen a szerpentines részen történt valami baleset, és konkrétan teljesen lezárták az utat. Semmi értelme nem volt kerülni, mert egyrészt nem is tudtuk, hogy merre lehetett volna kerülni, másrészt meg valószínűleg, hogyha tudtuk volna, hogy merre kell kerülni, akkor ilyen órákat buktunk volna. Annyit meg valószínűleg nincs zárva az út. Gyakorlatilag az egyetlen út, ami átvisz Szerbiába. De ezen kívül azért volt olyan negatív rész is még az utazásban, ami mondjuk egy repülőnél nem lett volna, persze. Ez pedig a Szerbiában lévő autópálya kapus rendszer. Én áldom Magyarországot, hogy itt nincs kapus rendszer, vagy már nincs kapus rendszer, mert konkrétan, amikor jövünk visszafele Montenegróból, már 10 órája a volán mögött ülök, sötétben jövök órák óta, és egyszer egy kurva nagy sor, kb. 5 sávban, kurva nagy sorban meg kell állni, és azt látom jobb oldalt, hogy geci nagy tábla, hogy kapu 1000 méter. És meg is láttuk a kaput, bő óra múlva. Katasztrófa, konkrétan katasztrófa, de tényleg. Azért voltak vicces jelenetek is az út során. Montenegróban azt kell tudni a vezetésről, hogy egyetlen egy dolog van, amivel jeleznek az emberek egymásnak, vagy a többi közlekedőnek, és ez pedig nem az index. Nem az index, nem. Ez pedig a duda. Konkrétan, ha előzni akarsz, dudász. Ha kanyarodni akarsz, dudász. Ha lassítanak előtte, dudász. Ha mehet a gyalogos, dudász. Ha nem mehet a gyalogos, dudász. Ha éhes vagy, dudász. Ha szomjas vagy, dudász. Ha túl nagy a lábkörmöd, dudász. Konkrétan már az agyamra ment a sok dudáló köcsög. Komolyan mondom, Montenegróban az emberek nem ismerik a lámpát, egyébként is alig volt lámpa, de ha volt is nem ismerték, az útburkolati jeleket sem ismerik. Várj, ez talán jobb, hogyha lerajzolom. Na, a szituáció körülbelül a következő. Ezt a kereszteződést képzeld el, erre kell menni le a beachre, itt pedig jössz vissza a beachről. Na már most, ugye ez körülbelül egy olyan 2-3 sávos útnak felel meg mind a két oldalt, de azért valahol láttunk ilyen elválasztó jeleket a felfestve, de csak körülbelül így idáig, itt fölötte már semmi. Szóval jöttünk vissza a beachra, ugye már este fele volt, és rohadt sokan voltak, kurva sok autó volt, tehát konkrétan itt ilyen kb. Ilyen 4 autó elfért egymás mellett, és jöttek is, mint az állat. Majd amikor ideértek erre a részre, ami, ahol már még szélesebb volt az út, mint addig, elkezdtek besorakozni az autók, méghozzá úgy, hogy ugye ezek az autók jöttek így erre, körülbelül, így, és mondjuk itt voltak ezek az autók, de közben ugye elkezdtek jönni emelre is, és így konkrétan legalább egy 6-7 sáv kialakult, ahogy jöttünk ki fel a beachra, és konkrétan ez a paraszt balra indexelt, ez a paraszt balra indexelt, ez a paraszt jobbra indexelt, ez megint balra, ez megint jobbra, ez megint jobbra, ez megint jobbra. Körülbelül így kell kinézni, így nézett ki az egész, és ugye itt végig autók voltak mögöttük is. Tehát körülbelül itt kialakult ilyen 6-7 sávnyi autó, akik aztán innen is balra akartak menni, onnan is balra akartak menni, de nem az, hogy ide állt volna be a parasztja, nem. Szépen jobbra besorakozott, és onnan balra. És igazából egy dolgom múlott, hogy nem volt baleset, az pedig az, hogy akik erről jöttek, vagy emelről jöttek, azok mennyire tudtak fékezni. Vagy mennyire engedték be az embert, és ilyenek. Konkrétan ez a közlekedési morál volt ott Budvába, ahogy jöttünk fel a beachra. Katasztrófa! És a vicc az egészben az, hogy vannak közlekedési rendőrök, amik ugye elméletileg azt segítenék, hogy te könnyebben közlekedj. Azonban kurvára leszarják, hogy te hogy közlekedsz. Egyetlen egy dolgot figyelnek, hogy a zebránál mehet-e az ember, vagy nem mehet-e az ember. És konkrétan van náluk egy ilyen kis party ship, és fújkálják folyamatosan. Akkor is fújkálják, hogyha mehetsz, akkor is fújkálják, ha nem mehetsz. Akkor is fújkálják, hogyha a gyalogos mehet, és akkor is fújkálják, hogyha a gyalogos nem mehet. Látsz egy faszt, áll az ebla mellett, és fújkálja a sípját.
És közben kalimbál, de olyan tök érthetetlenül. És ennyi. Igazából nem nagyon segíti a közlekedést. De a kedvenc sztorim a közlekedéssel kapcsolatban mégiscsak az, amikor jöttünk visszafele, és egy relatíve szűkös útszakaszon láttunk az út széle fele egy bóját, és azt hittük, hogy valami akadály van az úton, útfelújítás van, vagy rossz útszakasz következik, vagy tudja a tököm, hogy mi. És végül is az első jött be, hogy valami akadály van az úton, ugyanis konkrétan azt a bóját azért rakták ki, mert oda parkoltak le egy talicskát. Egy kibaszott talicskát. Érted? Mellette konkrétan másfél méterrel egy pihenő rész volt. Egy olyan rész, ahova le tudta volna rakni a kibaszott talicskáját az a büdös paraszt. Komolyan nem hittünk a szemünknek. Nem tudtuk, hogy sírjunk vagy nevessünk. Na, végül röhögtünk egy jót rajta. Katasztrófa. Szóval összességében a Montenegróba való eljutás, illetve az onnan való visszajutás, az önmagában egy vállalható valami. Ha ezt tervezed autóval, én azt mondom, hogy indulj el, mert amiért megéri, az az, hogy gyönyörű helyeken fogsz végigmenni. Ugyanakkor gondold végig azokat a dolgokat, hogy megéri ez, amiket most mondtam az előbb, és aztán mérlegelj, hogy neked így megéri autóval elindulni, vagy pedig marad a repülő. És ha kisebb vagy nálam, ami azért elég valószínű, akkor nyugodtan válasz a repülőt, mert igazából árban nagyjából ugyanott van, sőt, a repülő az sok esetben olcsóbb is, viszont nem tudsz ugye annyi mindent vinni magaddal. Nekünk azért jó volt az, hogy ott volt az autó, tele tudtuk rakni minden szarra, de ha neked erre nincs szükséged, akkor válasz nyugodtan a repülőt, illetve akkor válasz a repülőt, hogyha nem szeretnéd látni ezeket a gyönyörű tájakat, amiket mi is keresztül mentünk. Én azt mondom, hogy utólag, hogy kurva jó döntés volt, hogy nem repülővel mentünk, hanem autóval, mert ezeket a részeket kár lett volna kihagyni. Illetve nyilván aztán Montenegrón belül is azért könnyebb volt a mozgás így, nem kellett autót bérelni, illetve volt egyáltalán autó alattunk, tehát azért ez tök jó volt. Én mindenféleképpen szeretek úgy menni arra, hogy autóval. Esküszöm, hogy a következő részre nem kell 3 hónapot várnod. Igyekszem minél hamarabb megcsinálni a következő részt. A következő részben kicsit több videóval fogok jelentkezni neked Montenegróból, és Montenegrón belül is, ahogy mondtam is, Budvánra mentünk, de nem csak Budván voltunk, hanem a környező több települést is megjártuk, úgyhogy onnan is fogok majd felvételeket mutatni neked. Engem meggyőzött Montenegró, és majd fogod látni, hogy szerintem téged is megfog. Úgyhogy hamarosan jövök a következő résszel, addig is iratkozz föl, kommentelj lent, és kövess Facebookon, Instagramon, na csúnyi!